jutottunk, úgyhogy sokkal nagyobb meglepetést tudtunk okozni az ellenfélnek. Úgyhogy szerintem emiatt is volt annyira az a kétszettes a megtorpanásuk. Hát jobban ön kellett volna fogadni, a fogadás az nem volt annyira stabil, vagy nagyon jól bement, vagy nagyon, nagyon elment, úgyhogy ezzel még lehetne valamit a pluszba tenni, és akkor sokkal jobb mérkőzés lett volna. A számoltatok arra, hogy az első két nap az így ér véget, de talán az jobb, hogy azt látjátok, hogy a belgák után elindultatok fölfele, és hát a sorsdöntő utolsó mérkőzésre talán még lelki plusszal is mehettek. Igen, igen, ez volt a cél, úgyhogy most a holnapi lesz a nagy mérkőzésünk, úgyhogy mentálisan ezt tudtuk nagyon jól, hogy az első kettő az ilyen lesz, úgyhogy most már mindent beleadunk végül is az utolsó meccsen, úgyhogy szeretnénk még jobban játszani és még jobban összeszedni az egészet. Láttátok Azerbajdzsánt játszani? Mennyire nyitott könyv nektek? Igen, láttuk egy kicsit most a meccs előtt, volt a tévében a meccsük, úgyhogy láttuk, hogy mennyire jók. Hát Rahimova elég jól nyit, úgyhogy azt kell majd kiküszöbölni, hogy azok meglegyenek, és a blokkuk egész magas, de utána a mezőny munkájuk az annyira nem jó, úgyhogy azzal fogunk próbálkozni.